A rendezvény célja fellépési lehetőséget biztosítani a csoportok számára, emellett pedig a szakmai zsűri értékelte a színpadon bemutatkozó produkciókat, és a résztvevők arany, ezüst és bronz minősítésben részesültek. Mindenképpen van egy presztízse, hogy ugye dél-alföldi minősítésnek, tehát nyilván ez, hogyha valakinek egy ilyen van, az jó. Úgy konkrétan továbblépési lehetőség most nincsen, tehát régebben ugye az örökséges versenyekre mentek a gyerekek. Itt most az van, hogy ugye a zsűri, aki oda is jár, azért itt is megnézi a produkciókat, és akkor esetleg javasolja, hogy oda tovább lehet pályázni. Tehát itt igazából a cél az, hogy szakértő zsűri előtt meg tudják méretetni magukat, tehát egy olyan lehetőséget adjuk nekik, ami kevés van egyébként az országban ilyen, hogy valóban szakértő zsűri előtt bárki jöhet, és bárki nevezhet, nincs felmenő rendszer, tehát ezt ugye először kiválogatjuk az embereket, hanem jöhetnek, és bárki kérhet minősítést. A zsűri tagjai Csasztvan András, Majorosi Tímea és Kökény Rihárd voltak, akik a verseny után szakmai konzultációra is várták a csoportvezetőket. A zsűri mindig azt mondja, hogy tehát vannak olyan csoportok, akik amikor elkezdték, akkor még nagyon alapszinten voltak, és most pedig már látszik rajtuk a fejlődés, ami nyilván ennek is köszönhető, hogy meghallgatták a szakértő segítséget, hallgattak rá, és van, aki utána is ugye tartja a kapcsolatot a zsűri tagokkal, és kéri a segítségüket, hogyha kell. A versenyen 16 arany, 16 ezüst és 3 bronz minősítés született. A Kecskeméti Kodály Iskola néptánc tanszakának kamaracsoportja és a Kecskemét Táncegyüttes, valamint a kalocsai Liszt Ferenc, ami Dusnoki gyermek és ifjúsági csoportja kiemelt arany minősítést nyert el. Városunkat a kalocsai Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola Tökmagok, Kis Csicsergők és Csicsergők csoportjai képviselték. A legkisebbek Gyűnnek a gyerekök című koreográfiája mellett az alsósok Ügyes Gyurka címmel mutattak be kalocsai játékokat, a legnagyobbak pedig is a szegi táncokkal léptek a színháztermet megtöltő közönség és a zsűri elé. Felkészítőik Horváth Katalin és Kőmágó Zsolt. A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét, hiszen a Tökmagok ezüst, a Kis Csicsergők és a Csicsergők pedig arany minősítést kaptak.